Az Európai Unió évente 20 millió eurót küld Bosznia-Hercegovinába a migráció kezelésére, de a helyzet korán sincs kontroll alatt. A horvát határ közelében lévő Bihács elhagyatott épületeiben például százak húzzák meg magukat. A helyi hatóságok nem hajlandóak ismét megnyitni a városban lévő tábort, amely 2000 menekültet tudna fogadni. Az EU-ba igyekvők így szükségmegoldásokhoz fordulnak. A Németországba tartó iráni Anus egy egykori idősek otthonában él szörnyű körülmények között. 3 éve indultam útnak Iránból. A határ le van zárva, de mit tudok csinálni? Talán barátoktól kérhetnék segítséget, vagy csempészektől. Nem tudom, mondta a férfi, akit állítása szerint üldöztek hazájában. Az egyik fő probléma a boszniai államszervezet összetettsége. A szövetségi kormány döntéseinek végrehajtását blokkolni tudják a helyi hatóságok. Néhány régió egyáltalán nem hajlandó részt venni a közös teherviselésben. A Nemzetközi Migrációs Szervezet ételadományokkal próbál megsegíteni. Katasztrofális a helyzet, súlyos humanitárius válsággal nézünk szembe, értékelt a szervezet egyik tagja. Az EU igyekszik növelni a diplomáciai nyomást a boszniai politikai rendszer különböző szintjein, hogy mindenkit bevonjon a migráció kezelésébe. Ez az idősek otthona mára romhalmazzá vált. Mégis 120 ember lakik benne. Bihácsban 600-an élnek fedél nélkül. A régióban 2000-en fagyoskodnak lakhely híján. Nincs áram, nincs víz, a higiéniai körülmények elfogadhatatlanok. Legalább enniük van mit, az ENSZ és az Európai Unió jóvoltából, mutatta be a bevándorlók szálláshelyét helyszíni tudósítónk. A témával foglalkozó Unreported Europe teljes adása ma estétől lesz látható az Euronews-on.